emlékeznek rá, hogy néhány héttel ezelőtt még két hazánkból érkező megfogalmazója is volt annak az országot elítélő Európai Uniós, hát a kommunisták, a liberálisok meg a zöldek által kezdeményezett elítélő határozatnak, amiben egy Péter Niedermüller meg egy Benedek Jávor nevű ember is részt vett, hogy Soros György által tolba mondottakat leírja, és abban szerepelt Ahmed H. neve, őróla meg tudjuk, hogy ő volt a 2015. szeptember 16-i kerítés elleni támadásnak a fő szervezője, aki egy hangos bemondón keresztül biztatta, szervezte az embereket, hogy hogy dobálják a rendőröket, akik közül egyébként ugye többen súlyos fejsérülést és súlyos egyéb sérüléseket szenvedtek, és akkor ott volt egy ilyen nagyobb csata. Tehát ennek a terror cselekménynek a legfőbb szervezője, és azt írták ebben a határozatban, ez a határozat érkezett az Európai Unióból, hogy egy tisztességtelen bírósági eljárás során lett aztán később elítélve első fokon Ahmed H. Ugye azt is tudjuk, hogy a bíróság őt csak nem egy évvel később ítélt el első fokon a szegedi bíróság, mégpedig terrorcselekmény végrehajtásáért, illetve határzárt tiltott átlépésének büntetében találták bűnösnek, és 10 évet kapott. Nos, ezt a bírósági eljárást egyébként, amely minden demokratikus jogállam szabálya szerint zajlott, ezt nevezték tisztességtelen bírósági eljárásnak. Kíváncsi lennék, hogy a tegnapi Gyurcsány Ferenc által a bírókat megfenyegető légkörben ugyanaz, egy nagyon magasra tette ugyan a lécet, hogy el akarja ítélni a sukorói perben hozott ítélkező bírókat, ő majd a börtönbe szeretné látni. Ez tényleg nagyon magasan van ez a léc, de hát azt hiszem, hogy nem csak a DK, meg Gyurcsány Ferenc ugrotta meg a maguk által felállított lécet, hanem most az MSZP is megtette mindezt. Kíváncsi vagyok, hogy az MSZP igazságügyminisztere, Bárándi Péter mit szól ehhez az Európai Unióból érkezett, gyakorlatilag a magyar bíróságra nyomást gyakorolni szándékozó írományhoz. Vajon mit szól ahhoz, hogy a magyar bíróságnak a függetlenségét és a cselekvő képességét azzal, hogy tisztességtelen bírósági eljárásnak ítélték ezt az egészet, azzal hogyan veszélyeztetik. Hogy miért vagyok rá kíváncsi? Hát azért vagyok rá kíváncsi, mint ahogy sok mindenki kíváncsi arra is, hogy Bárándi Péter, az MSZP igazságügyminisztere hogy keveredett Ahmed H. közelébe, hogy gyakorlatilag a jövő heti június 15-i másodfokú tárgyalás előtt elvállalta ennek a terroristának a védő ügyvédi szerepét. Ez teljes egészében számomra megdöbbentő. Egy volt igazságügyminiszterről van szó. A szocialisták igazságügyminiszteréről van szó. Ennél azonban még megdöbbentőbb, hogy egy olyan konstellációt kell látnunk, hogy itt nem csak ő van ebben a történetben, még megdöbbentőbb számomra az, hogy az egész MSZP és az egész baloldal mentegetni próbál egy terroristát. Mentegetni próbálnak egy terroristát, mentegetnek egy bűnözőt, és ki akarják hozni a börtönből. Ezt el kéne magyarázni az embereknek, hogy milyen jogállamban gondolkodnak ők. Hol van a bírói függetlenség ebben a kérdésben, és egyáltalán hol állnak ők, kiknek az oldalán, hogyan keveredtek egy terrorista oldalára. Hát nézzük már ezt az Ahmed H-t, ugye az előbb említettem, hogy mi volt. De hát azért a körülményeket is nézzük meg. A nyomozás során mi derült ki róla? Az derült ki róla, hogy nem tudni pontosan, hogy szíre, vagy ciprusi, vagy nem tudjuk kicsoda, mert 7 darab útlevél szerepelt nála schengeni vízummal, egy terroristánál. Schengeni vízummal 7 útlevél, ez önmagában ugye bűncselekmény, de akkor, amikor tovább nyomozunk, akkor kiderül, hogy Cipruson egy hatalmas villát épít magának, tehát az ember úgy tele van pénzzel,
hogy ez csak, na, honnan ez a nagy pénz? Hát hogy keveredett ő a migránsok közé, köré? Hát nyilvánvaló, azt gondolom, hogy egyértelmű és egyetlen egy válasz van erre az egész történetre, hogy a Soros György által fenntartott migráns maffia tagja. A Soros György által fenntartott migráns maffia tagja. Más magyarázat azt gondolom, hogy erre nincs. És akkor minket kioktatnak az Európai Unióból, nem csak ezzel a határozattal, hanem azért nézzünk már meg olyan embereket, akiknek fajsúlya van. Ugye, Manuel Valls volt francia miniszterelnök. Teljesen egybehangzó nyilatkozata van Jean-Claude Junckerrel, illetve Sadiq Khannal, London polgármesterével, akik szerint hozzá kell szokni az európai embereknek nem csak a nyitott határok politikájához, hanem az avval járó terrorizmushoz is. Azt mondták, hogy ha terrorizmus van, akkor terrorizmus van, de mi akkor is ez mellett a politika mellett vagyunk. Hát ez teljesen elképesztő véleményem szerint. Úgyhogy azokra a kérdésekre, amit az előbb feltettem az MSZP igazságügy miniszterének, Bárándi Péternek egyébként, akinek a fia is az MSZP elnökségi tagja, és bent ül a parlamentben, a parlament MSZP frakciójában, tehát nem csak ugye egy pártkötődés, hanem egy komoly családi kötődés is van itt. Hát hogy gondolják ezt, hogy egy terroristát mentegetnek? Azt a terroristát, akiről egyébként a magyar bíróság mondta ki, hogy az a cselekmény, amit elkövetett, és ez a legalacsonyabb súlyú büntetés. Tehát terrorizmusért a BTK a legalacsonyabb súlyú büntetést szabták ki. 10 évet. Lehetett volna ez még följebb. Ugye azt mondták, hogy az, hogy ő megdobáltatta, megszervezte a megdobálást, megszervezte az ostromot, az ennyit ért. És bizony tisztességes bírósági eljárás volt, és nem úgy, ahogy ezt állítják. Szóval én azt látom, hogy mindez összességében, mind az MSZP-nek a tevékenysége, mind az, hogy az MSZP igazságügy minisztere elvállalja egy terrorista mentegetését, és az a céljuk, hogy kihozzák a börtönből, ez elég egyértelmű mindenki számára. Az elmúlt hetek nyilatkozatai, Botka László, a miniszterelnök jelöltjüknek a nyilatkozata, minden, ahogy megszólaltak, ahogy a parlamentben viselkednek, az egész mind azt mutatja, hogy megkapták a forgatókönyvet, lediktálták nekik, mi a dolguk a magyar parlamentben, és azt a célt kell szolgálni, hogy Soros György által megálmodott világot, azt felépíthessék. És ennek a világnak a magyar migrációs politika van az útjában. És evel ellenkezőt kell tenniük. Ha ők kerülnének hatalomra, akkor egy rendkívül veszélyes játékba kezdenének, beígérték, hogy lebontanák a kerítést, beígérték, hogy beengednék az illegális migránsokat, ez ugye 1,5 millió embert jelent Soros kívánalma szerint, beígérték, hogy elfogadják a kvótát és teljesítik, azt, ami ellen egyébként a magyar emberek a népszavazáson szavaztak, és ezzel a mai és az előző tevékenységükkel jól látható, hogy gyakorlatilag nem csak Ahmed H. nevű terrorista mellett, hanem valamennyi terrorista mellett kiállnának. Tehát az Ahmed H.-hoz hasonlókat ők kiengednék a börtönből, és azt mondanák, hogy amit tett, az nem terrorizmus, az nem veszélyes. Szabadon kell engedni ezeket az embereket. Én felteszem a kérdést még egyszer nekik, hogy hogy gondolják ezt? Konzultáltak-e bárkivel a magyar emberek közül? Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy a legfontosabb a politikának, tehát a magyar közéletnek, a magyar politikumnak, minden politikusnak a legfontosabb dolga, egyrészt erre kötelezi az esküje, hogy a magyar emberek biztonságát minden áron megvédje.